Nyári napnak alkonyulatánál, megállék a kanyargó Tiszánál, ott, hol a kis túr siet beléje, mint a gyermek anyja kebelére, írta Petőfi Sándor a túr és a Tisza találkozásáról. A túrnak ez a torkolata persze már nem az, mint amit a költő látott, hiszen a folyó szabályozása után, mint egy 70 éve, itt, a Nagybukónál, a túr nem siet, hanem zuhan a Tiszába. Induljunk most el, keressük meg a forrását, barangoljunk a partján, és nézzünk be a közeli falvakba. Tartsanak velünk! Várja önöket Erdélyi János rendező, Mohi Sándor operatőr és munkatársai. Legutóbb télvíz idején jártunk a romániai Avas-hegység lábánál. Akkor is a túr forrását kerestük, mert hogy néz az ki, hogy az ember nap mint nap belebújik egy folyó vizébe, és azt se tudja, honnan siet, tekerek, búvik felé ez a kedves kis víz. Nehéz a téletájon. Az embernek a hidegben, a hóban is dolgozni, élni kell, főzni, melegedni. A folyó egy Gutén nevű hegyoldalában ered a könyvek szerint. Most eleltűnik a kövek között. Néha egy kis vízfakadásról azt hisszük, igazi forrás. Mennénk a forrás felé, de ez a hófette világ nem limuzinnal járó, elpuhult, lakcipős városi jampecoknak való, így hát gyönyörködik a csapat a tájban, majd szégyenszemre kivárjuk a szép szeptembert, amikor majd újra eljövünk. Szeptember eleje van. A fák még nem érzik az ősz hidegét, 1000 méter körül járunk. Ettől a tisztástól már csak egy fél óra séta a forrás, mondják a román favágók, akik idáig eregetik le a rönköket, innen már szekereken hordják le a völgybe. Hát ez az a kis tisztás. Nincs is itt forrás, csak úgy elkezd könnyezni a föld, és néhány lépésnyire már a fű közül újabb kis erek egyesülnek, és sebesen indulnak felénk, Sonkád felé. Odáig már csak 90 kilométer az út. Hónom alá szorítok egy követ, becsapom vasalvertet. A kő marad. Vajon ő vitte magával egy marék földet, egy követ, szeretett patakjaiból. A folyó az első település Negres előtt már lankás részen szalad. A mázsányi sziklák mutatják, nem mindig ilyen csendesen. Lehet, hogy télen a legszebb a folyó. Ad valami meghittséget, csendet. Egy faluszéli kis ház ablakából még lehet szép a felnőtt világ és a beláthatatlan messzeség. A túr mentének lakói avasi románok, akik őrzik hagyományaikat, szép szegénységüket. Negresi Oasban még takaros falu múzeumot is kialakítottak. Jó ez a tél a rosszra is. A hó szépen takarja a város folyópartra hány szemetét, de keressük tovább a szépet. Lassan beesteledik. Bikszát felé egy román esküvői menetbe botlunk.
szépkét akarna. Ez a kislány neked benne van. Benne van a sejjel, de szépkét akarna. Vízgyűjtője 1200 négyzetkilométer. Most az úgynevezett vízválasztónál járunk. Innen a kis patakok végig a túr felé sietnek. A kis Vasile 13 éves. Azt mondja, ha nagy lesz, juhász szeretne lenni. Megértjük. A túr 21 kis folyót, patakot gyűjt össze. Legnagyobbnak a Valla Stramboát, a Valla Reát és a Tálnát tartják. Ezeknek a vízfolyásoknak a forrását most nem keressük, de völgyükbe bebenézünk. Először a Tálna mentén haladunk. Mielőtt elérnénk a folyót, túrvékonya mellett egészen különös épületet találunk. A falak, mintha évszázadok emlékeit, gazdagságát őriznék. Valójában a kastélyt egy különös ember, Pásztori Árkád építette a 20. század elején. Ebben a tanyában születtem én is, meg akik még itt vagyunk, mindig születünk. Hát aztán tetszítünk, hogy volt. Ide jöttek családosok is, és akkor a család, mint a mi szüleink, csak mondjam, hogy a mi szüleink jöttek Zemplén megyéből. Sátorai Újhely. Ottan eladták a vagyonokat, és ide beadták nagyságos úrnak. És nagyságos úr gondolkodott az egész családnak az ellátásáról. Úgyhogy ők beadták ide a vagyont, nem csak egy család, nem is tudom, hány család jött. Beadták ide a vagyont, és akkor ő ellátta mindennel, mert itt volt főd elég, csak munkás keletet. Na, és akkor megint jöttek, akartak menni Amerikába, és nem volt nekiek az útiköltség, hogy legyen nekiek elég útiköltség. Jöttek Pásztorihoz, adjon nekiek kölcsön pénzt, hogy tudjanak menni Amerikába. És akkor sok embert kisegítettek, hogy mentek Amerikába, és onnan aztán ők nekiek azt a pénzt duplán küldték ide. És így épült a tanya. Akkor megint jöttek az zarándokok. De messze földekről jöttek, Mucsony, Szepes megye. És úgy jöttek, hogy jöttek nem egy hétre, két hétre, még három hétig is itt voltak. És akkor itten kaptak enni, kaptak szállást, és dolgoztak. Nagyságos úrnak volt sok árvájai. És voltak köztük bolondok is, akik nem voltak normálisok. És akkor úgy is hívták, hogy a Pásztori bolondjai. Az épület, egy nagy hosszú épület volt, és abba laktak azok az árvák. És akkor azok is kaptak enni, meg mindent, hát el voltak látva mindennel. Azért, míg ő élt és tudta magát forgatni, az minden jó volt. Hány árva lehetett itt? Hát én azt már nem is tudom, de itt... Na, Bőzsi, hány árva lehetett itt? Ugye, te se tudod? 50 árva volt. Itt volt egy kis kápolnánk azután, amikor minden megsemmisült, akkor nekünk maradt egy szoba, itt egy kis szoba, és abban van most is egy kis kápolnánk, és abban van minden éve Szentmise. A Pásztori Árkádnak az évfordulójára van Szentmise minden éve. Egyszer csak. Úgyhogy
Tetszik lát, még a hívek fenntartsák az emléket. Az öregek úgy emlékeznek, Pásztori Árkádot a román királyi hatóságok pénzhamisításért ítélték el. Alkotása hamarosan az Ebek 30-adjára került. De menjünk tovább egy közeli kis faluba. A híres fazekasok lakta Vám faluba. Ezt a fazekas mesterséget üzem már 1972-től, tehát akkor létezett itt egy ilyen fazekas műhely egészen 89-ig. 89 után nem volt, aki ezt folytassa, hogy minden fázisát ismeri a munkának. Úgy mondanánk, minden csinyát, bínyát. Én nekem annyi a szerencsém, hogy az édesapám is fazekas volt, a nagyapám is, és akkor sok mindent elsajátítottam tőlük. Nagyapám mindig mesélte, hogy körülbelül a 40-es évek táján volt 30-32 fazekas itt a faluba. És sajnos azt kell mondanom, hogy most már csak én egyedül, illetve a feleségem, ő festi az edényeket, és én korongozom. A víz a mellette élőknek mindenkor az életet jelentette. Nem csak jószágot itatni jártak a folyóra, de itt fürödtek és itt mosták a szennyes ruhát, örök időktől fogva. A tálna sekély vizében, a szeptemberi melegben ma is itt állnak a környék magyar és román lányai, asszonyai. Mennyi ruhát hoztak, vagy mit hoztak? Hát még van két szőnyegünk, még van pokrócunk, ilyen házilag készült pokrócok. Most jelenleg csak ennyit hoztunk be. Később még egy-két nap kell jönni, mert még van ott, maradjunk. Jövünk. Ezt minden ősszel meg kell tenni. Ősz, azt mondjuk, húsvét előtt tavaszi takarítás, össze őszi takarítás. Friss víztől a szőnyeg az... Frissebb. Frissebb a szoba, frissebb minden tőle. Most honnan jön? Innen a faluból. Falubeliek vagyunk. Általában bárkit is szoktak jönni? Rengetegen. Tegnap, ha jöttek, mert tegnap rengetegen voltak. A bivajok a folyó felső szakaszán hevernek. Ők aligha örülnének a szintetikus mosószeres víznek. A túrt azonban legkevésbé a tálnában mosó asszonyok szennyezik. Erről majd később beszélünk. Most csodáljuk az állatokat. A romániai, így az avasalji falvakban sok a jószág. A kis parcellákat igavonó állattal, bivajjal, tehén vagy lófogattal művelik. A tálna mentének egyik legnagyobb faluja Avasújváros. Az egyik legkeresettebb embere pedig Hajdu Zoltán, a kovács. Bandi jól tűrte a vasalást, mintha csak tudná, a köves úton tönkre menne a patája az új patkó nélkül. Bandi! Nincs egy utat. Ez nem mozogna úgy.
valami. A szomszéd Istvánfi Albert kérte, fényképezzük le az ő lovait is, mert olyan szép a két jószág. Tényleg azok. Avasújváros magyar falu. Az emberek többsége református. A templomokat néhány éve kezdték bővíteni, felújítani. Büszkék rá, hogy van olyan vasárnap, amikor megtelik hívőkkel. És mint látjuk, akkor is van ember, ha rendet kell rakni. Az álmos délelőttöket ének és gitárszó veri fel. A szatmárnémeti baptisták hirdetik Isten igéjét. Az ott a távolban kőszegremete tornya. A falu a dombon épült, a túra határban folyik, de úgy lelassult, alig mozdul. Már eltávolodtunk a magyarok lakta településektől. Itt az avas alján tiszta román falvak sorakoznak. Ezek gyűrűjében őrzi magyarságát ennek a kis falunak a népe. Ott jártunkkor még volt iskolájuk. Talán azóta se szűnt meg. Büszkék székely eredetükre. Húsvét másod éjszakáján a legények még kántálni járnak a lányos házakhoz. Jó sétálni itt, ebben a vasárnapi csendben. Itt élned, s halnod kell, olvashatjuk a hősök emlékkövén. A remeteiek egy másik emlékművet is emeltek, egy egész Erdélyben páratlan, hatalmas Széchenyi obeliszket. Ide jártak aztán titokban, ha ünnepelni, emlékezni, gyászolni akartak. A román hatóságok többször le akarták dönteni a szobrot. A háború után bivajokkal húzatták, a szekusokat is érdekelte, ki ez a Széchenyi. Mondták a falubeliek nekik, hogy valami régi gróf, aki hidat épített, meg ilyesmit a saját pénzén. Szóval bolond volt. Akkor maradjon. A túrvizét kányaháza mellett felduzzasztották. Így egy hatalmas víztározó jött létre. Menjünk vissza a télbe, és utazzunk el a Túr mentéről az egyik mellékvízfolyáshoz, a Túrci patakhoz. Nézzük meg Túrc falu vasárnap délelőtti hangulatát. Még Romániában is ritka az a vallás és hagyománytisztelet, amit az avasaljai románságnál látunk.
A szépségek után nézzünk rá erre a sárgás-vöröses vízre. Ez a Turci patak. Egy kis halott. A közeli ércbányából olyan töménységű nehéz fémszennyezés éri, hogy vizében már régóta nincs jele az életnek. Ez a patak ömlik Túrterebes fölött a Túrba, s mérgezi meg azt is. Egy-néhány éve haváriakor több százszorosa volt a cink, a réz és más nehéz fémszennyezés a megengedettnél, még a Túr magyarországi szakaszán is. De hát ez a film a szépségről, az értékekről szól, és bízzunk abban, hogy hamarosan élő patak lesz a Turc, és tiszta vízű a mi Túrunk. A Túr folyó volt a határvonal, lényegében Ugocsa és Szatmár megye között. Kezdetben Szatmár megyéhez tartozott, később azonban átkerült a perényiek nyomására, átkerült Ugocsa megyéhez. Földrajzilag tehát Románia észak-nyugati részén vagyunk, a Túr folyó mentén, tehát Túrterebes, a Túr és a Turci patak összefolyásánál helyezkedik el. Mert a nagyapám magyarázta, hogy a svábok telepettek erre a részre, a magyarok a Túrpartra. Régen tudtak svábul, németül is tudtak keveset, de már mi időnkben már csak magyarul beszéltük. Már szüleink magyarul tanítottak. A német telepesek, sváb telepesek, ők római katolikus vallásúak voltak. Elterjedt a faluba, manapság, vagy a század elején is már körülbelül 70%-ban a falu lakosságnak a vallás, tehát római katolikusok, vannak magyar görög katolikusok, és kis részben 8-10% református. Talán érdekesség Túrterebesen, hogy itt a római katolikus templom, sváb templom, a református templom, magyar templom, és a görög katolikus pedig orosz templom. Három templom van, de mind a három templomban egy nyelven imádkoznak. És gyakran hangzik fel az Isten áld meg a magyart. Rászolgálnának a terebesiek is. Ezzel az utolsó romániai falut is elhagyja a Túr. Úgy ballag tovább, hogy észre sem veszi, amikor a trianoni Magyarország területére ér. Közben talán azért, nehogy megbántsa a szomszédot, átugrik egy kis kanyar idejére Ukrajnába is. Ez itt a Gellért-hegyről nézve a végek vége. Ez az oszlop Magyarország legkeletibb pontja. Különösen nagybecsben volt ez akkor, amikor még azt szavaltuk Szabolcs nagyszülöttétől, Váci Mihálytól, hogy keletről jött a szabadság. Persze ez itt nem Szabolcs, sokkal inkább Szatmár, pontosabban az Erdőhát. A határkő, a hármas határjele alig néhány száz méterre van az egykori Garbolci gátőrháztól. Az 1920-as évekbeli folyószabályozás idején építették a szép gátőrházakat és a vízmércéket.
Bár néhány perce a folyó súlyos szennyezéséről beszéltünk, el kell mondani, hogy ma már nyugodtan lehet fürödni mindenhol a túron. Halak, sőt kérészek élnek benne. Az élet úgy tűnik, megint győzni tud. Errefelé a nyáj és a csordák is a folyó vizéből isznak. A túr általában olyan kicsi és szelíd, amilyennek most láttuk. De itt Garbolc környékén a vízjátéka igen nagy. Most olyan mínusz 100. 1970-ben 650 cm körüli volt a vízszint. 2001-ben még nagyobb. Át is szakította a gátat Csonkád felett. A partot azonban máshol ennyire nem mossa ki, mint itt. Az 1926 és 29 közötti folyószabályozáskor 12 meder átvágással 18,6 km-rel rövidítették meg a folyót. Így a magyarországi hivatalos hossza 30 km. A szabályozáskor építették a vasbetonhidakat, és akkor okozták a nagy hódosiaknak a legnagyobb szomorúságot. A faluban ma nem folyóvíz kanyarog, csak egy döglött medret látni. Reméljük, hamarosan újra kap tiszta vizet a falu. Beszéljünk valami jóról, a Szatmári Szilváról. Ami nem csak a kiváló pálinkát jelenti, hanem a nem tudom Szilvát is, ezt a kicsi édes gyümölcsöt, amelyből üstben kavarva készül az utolérhetetlen, kicsit füstízű Szatmári Szilva lekvár. A vizek mellé szinte csak nyáron megyünk, pedig a téli túr csendje ad igazán felüdülést. Tiszta bereknél végre csónakba szállhatunk. Innen már csak 8 km a Sonkádi duzzasztó, a kis bukó. A víz alig mozdul, ilyenkor csak néhány helyen mélyebb egy méternél. Félúton vagyunk. Ez a környékbeli gyerekek kedves fürdőhelye, a Paládi itató. Borzsahittól alig följebb szakadt át a túr gátja 2001 tavaszán. Annyi víz ömlött itt ki, hogy a több mint 10 kilométerre fekvő Fülesdet és Vámos Oroszit fenyegette.
megérkeztünk. Ez a kis bukó. Itt sonkát fölött felduzzasztják a vizet, majd két ágra osztják. A köveken át tovább rohanó víz 11,5 kilométer hosszú. 60 éve ásott mederben jut el a Tiszához. Az eredeti, az öreg túr pedig 65 kilométert kanyarog Nagyar, Olcsva Apáti felé. Végre itthon vagyunk. Ez itt a mi partunk, a sonkádi öreg túré. Ott túl a csorda, hallom, amint a csokai pulyája bíztatja a kutyáját. Ez az egyetlen hang, meg a víz halkverődése a bedőlt fákhoz. Másfél évtizede, hogy választott hazánk Etály, otthonunk egy kis faluszéli ház. Nézzünk most meg egy téli képet, amikor öreg barátaink a régmúltat idézték. Ha kimentünk téli halászatra, hogy hát volt az 56-57-ben, ami a legnagyobb volt, ami egy olyan fogás volt, hogy például szánna hozták haza. Gerely Osztó bácsi volt a Gálatéhoz. Nem, még király. Ja, hogy király volt. Igen. Király Jóska bány. Hogy szánna hozták haza. És a harcsák úgy voltak a szánon keresztbe hozták. Már hogy olyan mennyiségű, de az volt egy... Apró halakot, meg ilyen vejkás kosára mérték, hogy kinek menjük. Hát akkor úgy volt, hogy volt ott. Akkor örömmel mentek a volt. Ős halász, értelme. Megbeszélte, akkor nekem azt mondja, hogy egyhajtóhoz úgy mentek el. Úgy nem, csak mindenki hogy akik, magával egy hajtót. Vitt magával egy hajtót. Volt így, hogy hát a hat szélesebb volt a túl, 6 háló fért bele, vagy 8 háló fért bele, akkor kimentünk 15-15-ön, de voltunk 30-an is olyan formában, volt, hogy csak jöttek nézni, hát vagy végigállhattak. Élmény volt, besegítettek, de hát akkor volt fogás, akkor mindenkinek jutott. Örült a nézőközönség, örült a halász, örült a hajtó, mindenki. Mindenki jól járt, mert végeredményben, mint a Toldiba, mindenkinek jutott egy-egy falat. Nem, fordul. Szágot hoztad a kis, ami a üvegy. Halat. Nem a halat, azt a üvegyt az hasz. De... Fordulj velem körbe. Jó. Teszik sem. Valafejt? Hát nem fog valafejt. Nem. Ritkán hízik ilyen kövérre a jég mostanában. A léghalászat persze nem csak ezért ment ki a divatból. Régóta ígérgettük magunknak, hogy a jövő télen megpróbáljuk. Pengett a jég a balta csapásoktól, de úgy tűnt, a hatalmas kövér pontyok, a szánkóról lelógó harcsák elbújtak, talán örökre a folyó nehéz iszapjában. Na, annyit kaptunk a balta nyele. Nézzünk be a faluba. Sonkád büszkesége a középkori, 1999-ben Európa Nosztra díjat kapott református templom. A második szomszédunk volt ez az öreg ház. És ahogy kihalt belőle a gazdája, napok múlva összedőlt. Végre itthon vagyunk. Ez már a szomszéd Kósa Sándor bácsi portája. Gyertek, kis pulyáim, fölrakom a hintát, üljön le János bácsi, beszélgessünk egy kicsit, fogadott mindig bennünket az öreg körtefa alatt. S mesélt pejlovakról,
juhodályok mélyéről, éjszaka az ablakán beszökő asszonycselédekről, és 50 év magányáról, amióta itt egyedül él. Itt maradt ő nekünk a múltból, egy emberibb világból. Néhány hete jártam utoljára nála, nincs már meg a cinka, Kati az öreg tehén vágósorba jutott, és egy este Kópé, a fogatlan vénkandúr is elbujdokolt meghalni. Csak az öreg maradt, fáradtan, betegen, egyedül. Nincs ebbe az életbe már semmi öröm, János bácsi, szokta mondani. De most karácsony előtt mégis azzal búcsúzott, úgy szeretném azt a két drága kisgyermeket még egyszer látni. Most, mintha még várná a 91. tavaszt. Mi nagyon várjuk. Sonkádi templomban igen fontos esemény van ma. Komoly zenei koncert lesz. Itt az első. A Szatmári Zenei Napok megnyitója. Ez itt a Sáros, a sonkádi fürdőhely. Egykor nem csak itt mosdottak, de itt is mostak az asszonyok. Mángorolták a pokrócot, a vásznat. Mára csak a gyerekek járnak ide. Nem sok műtárgy zavarja itt a természetet. Sokáig kanyarog a túr, míg a 2 kilométerre levő faluba Kölcsére ér. Itt a falu szélén, a folyópartján, e gazdag portán hozta létre Bihari Lajos, egy öreg kovácsmester, a helytörténeti múzeumot. Az öreg évekig gyűjtögette, majd az egész falu hozta neki az emlékeket. A múzeumot ma Lajos bácsi özvegye vigyázza. Kölcse honfoglaláskori település. Első írásos emléke 1181-ből való. A fa harangláb 1794-ben épült. 3 harang hívja a kölcsei reformátusokat. A templom sokkal régebbi. A 15. század második felében épült, terméskőből és téglából, román stílusban. 1646-ban a gótika jegyében építették újjá. 1768-ban Kölcsei György és hitvese készítette a kazettás mennyezetet. Míg a haranglába falu közepét jelzi, egy mellékutcában áll az egykori medvekastély. T.S. iroda volt sokáig, most meg arra vár, hogy valaki észrevegye, renoválja, hasznosítsa, mielőtt az enyészet lesz úrrá rajta. Ez idáig a túr mentén haladtunk,
Most, mielőtt Túr Istvándiba érnénk, tegyünk egy kis kitérőt. Nézzünk be Kömörőbe, Színbandi bácsiékhoz. Ez az utolsó kép róluk. Ült a két öreg a konyhába, mintha sose válnának el, sose hagynák itt egymást. Aztán Bandi bácsi mégis elballagott egy este föl a bárányfelhők mögé. De itt hagyta árván az ükapjától örökölt juhászbottyát a részkampóval. Nem volt, aki követte volna őt a juhászkodásban, és várná a múltba bolyongó fiatal barátait. Túr Istvándiba országúton kölcse felől érdemes menni, de ha lehet, így pirkadatkor. Az ősi legelő, a rókás, ilyenkor a legszebb. Az évszázados tölgyek és vackorfák között valami boldog mámort érzünk. Így reggel még nyugodtabb, szinte ránctalan. Olyan észrevétlenül kúszik a vízimalom felé, nem is értjük, honnan volt energiája megforgatni azt. A Túrmente legismertebb műemléke a máig üzemképes vízimalom. Mostanában már inkább csak málét őrölnek rajta. A kukoricadarából jó szatmári puliszka készül. Nincs most szerencsénk. A filmezés idején éppen leszerelték és felújítják a malom kerekét. De jöjjenek nyugodtan, már régen készen van, és meg is forgatják, ha látni szeretnék. A falu szélén egy idős bognármesternél aztán megláttuk a malmot közelről. És az olyan lesz pont, mint a másik malom, a nagy malom? Igen. Ezt hogy csinálja? Lemérte, vagy hogy? Persze, lemértem. Meg ha valamivel mondjuk esetleg valamelyik mérettel nem vagyok tisztában, akkor felülök a biciklire, kimegyek a malomhoz, és akkor lemérem, hogy na, nehogy valahogy elszúrjam, vagy mit tudom én. Mert van úgy, hogy elfelejti az ember már valami méretet, meg lerajzolom, papírra leszoktam, így nagyjából lerajzolom. Ez az igazi vízimalom, ez a maga életében még működött? Persze. Ezzel nagyon jó voltunk ezzel a malommal, a háború után közvetlen, hogy itt a malmakot felrobbangatták a háború alatt, meg leszerelték, meg mit tudom én, ilyen esetek történtek, és ez a vízimalom itt megmaradt. És ide a környék ide járt, ugye, ha mit tudott őrölgetni, ki hogy hozta, kis csomót, vagy mit tudom, egy többet. Aztán vannak belőle ezek a, már ebben nincsen, ezek a fa fogak, amik meghajtják a hengereket, tehát átadják a hajtást. Azokat a fogakat csinálgattuk mi akkor a háború alatt. Vettünk ilyen nagy akácfágat édesapám a lábon, ezt kitermeltük, és abból feldaraboltuk. Nem is tudom, egy kerékbe, hogy száz valamennyi fog megyen. És akkor egy fogé kaptunk egy kiló lisztet, ami óriási nagy dolog volt, mert lisztet hát nem lehetett kapni, úgy abban az időben nem volt. Igazából miért csinálja maga ezt? Hát, őszintén szeretem csinálni, hát hogy mondjam. Én azt annyira vágytam erre, hogy megcsináljam, hogy nem hagyott nyugton ezt. Meg van, hogy akkor éjjel is, ha nem tudok, felébredek, akkor rögtön eszembe, hogy na, ezt a részét, meg azt, hogy
hogy fogom majd tovább vinni. Már akkor az jár az eszembe, hogy ez itt jó lesz, vagy nem jó lesz, vagy hogy lesz könnyebb, vagy stb. Hogy fog jobban kinézni. Ez van. Ez itt előttünk egy híres gyógybogyau, a Galagonyának a Kármen piros bogyaúja. De ahol vagyunk, ez a túrment egyik mocsári tölgyese, védett erdő, védett a növényzet állatvilága. Temérdek gyógy növény van ebben az erdőben, mint itt előttünk is. A bogyóját én ennek rendszeresen megszedem, és magam is iszom. Ez koszorúért tágító hatása van, igen, kiváló. Nem csak a szívbe tágítja koszorúereket, hanem a végtagokba is. Tehát ajánlom szedni minden magas vérnyomású, vagy érszükületes embernek. Meg is lehet kóstolni, így, nyersen is, de tejának főzzük meg, és szép halványpiros teája van. Nagyon jó, megkóstolhatjátok is akárki, gyengén édes. Ez a gyógynövény gyűjtő ember a túrmente legismertebb személyisége. Több filmet készítettek már róla, író, meseíró, összegyűjtötte a környék népi receptjeit, gyógynövényekről értekezik, nyugdíjas tanítóként oktat országot, világot. Ő a túrmente egyetlen halásza, akinek még engedélye is van emelőhálózni. Most a kedvünkért vetkezett gatyára, hogy megmutassa, hogyan lehet halat fogni borítóval, tapogatóval. Ezt a halat nem a boltban vettük. Makai Béla nem csak ír az ételekről, hanem kitűnő szakács is. A sült hal mellett a sonkádi, kecske és varjú pörköltje se utolsó. Nem ő az egyetlen istvándi barátunk, de az egyik legkedvesebb, a druszám, Erdély Jancsi, a pilóta, nemrég itt hagyott bennünket. Egy este alig elkészült panziója udvarán állt meg a szíve. Jancsi, mi azért összejövünk néha nálad is. A feleséget pedig Szatmár egyik idegenforgalmi központjává varázsolta ezt a túrpartot. Féltett vízililiomjait talán sose virágoztak ilyen szépen. Vízimalommal átellenben alakította ki öntött vas múzeumát egy megszállott fülesdi fiatalember. Ez volt a legelső kályhám, ez a Mándi Egyház presbitériumának a padlásáról került hozzám. Elég fiatalon kezdtem ezt a gyűjtögetést, 18 évesen, még akkor az emberben egy kis ilyen gyerekkori kíváncsiskodás is benne van. Ez egy tóhai öntésű. 1850-1860 környékén öntötték. A második kályhám az kölcsébe került hozzám egy trágyacsomóból. Mondom, mama, nem vihetném el ennek a kályának ezt a két darabját? Hát azt mondja, fiam, azt mondja, ha úgy gondolod, azt mondja, akkor ott van a trágyában az egész, azt mondja, kiválhatom. És másfél óra alatt kiváltam, úgyhogy meglett a második kályhám is. Aztán a harmadik kályhám az Milotáról, a Szeméttelepről került be, és a negyedik kályha, az volt az a kályha, amiről végül is éjszakákon keresztül álmodoztam heteken át, és akkor lettem igazán szerelmes ezeknek a dolgoknak, és utána nem volt megállás, ilyen nappal mentem utána. Istvándiban valamiért több alkotóember talált otthonra, mint másutt. A környék legismertebb népművésze, Fehérvári József fafaragó faszobrász.
Ma már ő segíti, tanítja mindazokat, akik úgy gondolják, faragással akarnak elmondani valamit a világról. Istvándiban sok szép régi ház maradt meg éppen. Áll még a Kovács háza is, ahol Móri Zsigmond töltötte gyerekéveit. A szomszédos Tisza Csécsén, szülőfalujában van az emlékház, amely szülőházának a mása. Istvándi volt az én jellem formáló kohóm, írta az itteni évekről a nagy regényíró, aki számos alakját, történetét vitte magával e tájról. Magyar templomának késő barokk tornya néz le a falu szép kúriájára, amely egykoron Kende Zsigmondé volt. A ház látszólag gazdátlan, pedig nem az, csak méltatlan kezekbe került. Az 1780 körül épült Lubi kúria sorsa se sokkal szerencsésebb. Nem így nézhetett ki, amikor Petőfi erre járt. Őrzi még az emlékezet a mi Sándorunk itteni látogatását. Őrizte a Túr partján egy évszázados tölgy is, Petőfi fájának hívták. Mondják, e fa alatt heverve írta, hogy nyári napnak alkonyulatánál megállék a kanyargó Tiszánál. A Petőfi fa kiszáradt, a folyóban is kevés most a víz. Még úgy 2 kilométert andalog az öreg túr, és eléri azt a helyet, ahol Petőfi állhatott, amikor megihlette a két folyó találkozása. Ott, hol a kis túr siet beléje, mint a gyermek anyja kebelére. Egészen biztos, hogy nem ezt a túrt látta Petőfi. Lefogták most valahol a vizét, hát ilyen, ez a tény. Itt sietett egykoron a Tiszába a túr, bő másfél évszázada. Másik túr ág utolsó előtti állomása. Panyola Olcsva apáti mellett csörgedez a ma hivatalosan Túr Belvíz főcsatornának nevezett régi túr ág. Innen nem messze Olcsva apáti határában Jándal szemben egyesül a Tiszával. Ilyen
Tessünk most vissza a kiinduló pontunkhoz. Újra a sonkádi kisbukónál vagyunk. Menjünk most az 1929-ben ásott új túron. 70 év nagy idő. Ha nem lenne ilyen egyenes a folyó, azt hihetnénk, hogy igazi. A természet meghódította az ásott medret. Az öreg diófák árnyékában nagyon szép úton sétálhatunk a Tisza felé. Már akinek bírja a lába a 11 kilométert. Ezek a hatalmas fák már a Tisza kóród melletti nagy bukó gát diófái. Fürödni ugyan a Tiszában itt nem lehet. Nyáron mégis turisták százai pihennek itt, nem mindig kerülve a veszélyes műtárgyakat. A felduzzasztott túrvize azonban sejmes, lágy, nyugtató. Itt vagyunk hát ismét a Tiszánál. Utunk itt véget ér. Mit mondhatnánk még? Csak annyit, jöjjenek ide a túrhoz, mert itt olyan jó.